Jó napot kívánok! Saját magát buktatta le az Orbán kormány azzal, hogy véletlenül elismerték az orbáni infláció valódi mértékét. A kormány propagandára költött 100 milliárdokból gazdagodó fideszes milliárdos Balázsi Gyula cége a 24.hu cikke szerint 17,6%-kal emelte a kommunikációs szolgáltatásai árát, méghozzá az inflációra hivatkozva. Ez több mint háromszorosa annak a 6%-os inflációnak, amivel az Orbán kormány 2024-ben számol. Emiatt kaphattak a nyugdíjasok idén januárban csak 6%-os nyugdíjemelést, miközben az áremelések sokkal, de sokkal nagyobbak voltak. Ezt bizonyítja a milliárdos Balázsi Gyula cégének inflációs áremelése is. Az árnyék kormány szerint be kell vezetni a nyugdíjak vegyes indexálását, hogy ne csak az áremeléseket, de a béremeléseket is figyelembe vegyék az éves nyugdíjemelésnél, és így sokkal magasabb legyen a nyugdíjak összege. Az Orbán kormány évről évre átveri a nyugdíjasokat a hamis inflációs számításaival, így sokkal kevesebb nyugdíjat emel, mint amennyi az időseknek törvény szerint járna. Eközben pedig a fideszes milliárdosok az orbáni infláció valódi mértéke szerint emelhetik az áraikat, és gazdagodhatnak tovább a magyarok pénzén. Ezért mi nem egymást, hanem Orbán Viktort akarjuk legyőzni. Ezért hoztuk létre a Szociáldemokrata Zöld Szövetséget. Ha Orbán június 9-én az EP választáson elveszíti a többségét, akkor már másnap előrehozott választásokat fogunk követelni, hogy ne kelljen 2026-ig várni a kormányváltással. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a DK, MSZP, Párbeszéd közös listájára. Nem várhat 2026-ig Magyarország arra, hogy az Orbán kormány megbukjon, mert minden egyes hónappal többet lopnak a fideszes milliárdosok, és minden egyes hónappal tovább szenvednek a nyugdíjasok az áremelésektől és a megszorításoktól. Ezért van szükség az előrehozott választásokra, ezért van szükség a kormányváltásra és a szociáldemokrata zöld fordulatra. Az idős emberek tisztességes, emelkedő nyugdíjakat érdemelnek egy tisztességgel végig dolgozott élet után. Az árnyék kormány szerint ezért be kell vezetni a nyugdíjak vegyes indexálását, hogy ne csak az áremeléseket, a béremeléseket is figyelembe vegyék az éves nyugdíjemelésnél, és így sokkal magasabb legyen a nyugdíjak összege.